2015. május 3-án vasárnap kerül megrendezésre első ízben Váccent Lászlón az édesanyák tiszteletére megrendezett gálaest. A program egy zenés est lesz, amin opera, operett és musical előadás lesz, amelynek a főszereplője, Vácent László szülöttje, Kaján Katalin opera énekes. Horváth László polgármester úrtól kaptam egy telefont, hogy szeretne egy megbeszéléssel elhívni a polgármesteri hivatalba. Én aznap éppen Váccent Lászlón voltam, úgyhogy le is tudtam menni, és ekkor elmesélte az ötletét, hogy szeretne egy anyáknapi gálát, amiben rám számít, mint közreműködőre. 2009-ben diplomáztam a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, majd pedig 2011-ben a Szegedi Tudomány Egyetem opera és azóta is, és illetve az egyetemi évek alatt is folyamatosan fellépek itthon, külföldön, 2013-ban Oroszországban voltam az Irkutski Opera Fesztivál meghívott vendége, Tagja vagyok a Hungar Társulatának, mint Primadonna, koncertezem Bécsben, illetve külföldön máshol is. Magyarországon is számtalan helyen énekeltem a Szegedi Nemzeti Színházban, a Miskolci Nemzeti Színházban is. Más alkalmakkor is fellép Váccent László, vagy pedig most ez egy rendhagyó dolog lesz. Ez egy rendhagyó dolog lesz, mert nagyon régen voltam utoljára fellépni Váccent Lászlón, talán 2001-ben egy nagyobb községi rendezvényen. Azóta, azóta nem volt alkalmam énekelni, de mindig nagyon vágytam rá, hogy, hogy felléphessek a szülőfalumban is, és ez végre sikerülni fog. Felkértem egyik nagyon kedves tenor kollégámat, Turpinski Gippert Bélát, hogy közreműködjön, illetve három nagyon kedves zenésztársamat, egy hegedű művészt, egy zongorművészt és egy klarinét művészt, akik a zenekart fogják alkotni. Ő Seres Tamás, Mitzinger Ilona és Illés Mihály. Igyekeztem egy olyan programot összeállítani, amiben mindenki megtalálja a kedvére valót. Én operaénekesnő vagyok, tehát nem tudok elszakadni a kedvenc műfajomtól, ezért egy, próbáltam egy keretbe foglalni a komolyabb műfajtól a könnyebb műfaj felé, Először blokkal indítunk, lesz benne operett is, és a végét pedig műzikeldalokkal fejezzük be. A Váczendászlói Művelődési Ház 1961-ben épült. Az akkori vezetők az átadási ünnepségre vásároltak egy Bőzendorfer zongorát, amiről ők annyit tudtak, hogy egy értékes koncertzongora. Most a Katika segítségével elkezdtük a felújítását, és itt derült ki, hogy ez egy nagyon értékes, 1900-as évek elejéből származó angol mechanikás zongora, és a est folyamán úgy mondom kettős ünnep is lesz, ugye az édesanyák köszöntése, és megszólal ismét a Váccent Vá Lászlói zongora. Ez egy igazi gála műsor lesz, annak minden kellékével, ami egyrészt egy nagyon színes műsor, ahogy már említettem, opera, operett és musical. Hallhatunk Erkel Ferenctől, Másznyétől, Bizétől darabokat, Kálmán Imrétől, Lehár Ferenctől, illetve az Operaház fantomjából is részleteket, illetve ehhez még hozzájön egy, egy nagyon szép látványvilág, gyönyörű jelmezekkel, díszlettel, egy igazi gála koncert lesz. Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy az estére, az esti hatórási rendezvényre másfél nap alatt elfogytak a belépők, és így úgy döntöttünk, hogy aznap fél négykor még egy előadást tartunk, amelyre nagy szeretettel és tisztelettel meghívjuk a térség lakosságát is. A Vácszentlászlói lakosságnak ingyenes lesz a délutáni előadás is, a félnégyes, a környező településekről érkezők pedig 2000 forintért vásárolhatnak belépő jegyeket elővételben. Az est teljes mértékben önkormányzat finanszírozásában valósul meg, értem alatta a hangosítást, a díszleteket, a jelmezeket, a táncosok fellépését és az egész belső tér kialakítását Vácenlászló Község önkormányzata támogatja.